az előre rúgott labdát nagyon nagy százalékban jól megtartja, és onnan jól is játsza tovább. Now he have very good form and he are now the best player in Fradi. Nagyon-nagyon közvetlen, szereti mindenki, szóval úgy gondolom, hogy a maga az egyénisége, ami kiemeli. Hogy kiről is van szó? Természetesen a Fradi máltai gólvágójáról, aki mesterhármast szerzett a Vasas elleni bajnokin. De hogy ő Sembri, Skembri, netán Skembri? Először járunk utána ennek, hiszen a góllövőlista második helyezettjének jár, hogy helyesen ejtsük a nevét. Nekem legutóbb azt mondta, hogy Skembri. So Skembri is a surname, but this is a nickname is a Skembri. Skembri, de kérdezzük meg tőle. Skembri, Skembri, Skembri. De hogy Pruckner Lászlótól miért kapta a Mr. előtagot? Hú, hát ezt nem tudom, de majd megkérdezem tőle. Általában Andrénak vagy Skembrinek hívnak, úgyhogy ez tényleg érdekes. Mi megtettük helyette? Következzen most a megoldás. Ez nem csak Mr. Skembri, ez Mr. Abdi, ez csak egy ilyen belül, én így szoktam őket nevezni, úgyhogy nagyon jó élményünk a Nagy Tamás kollégám, amikor a Milánnál voltunk tanulmányúton még prolicenszes hallgatóként, akkor az összes játékos, azok is, akik például az Ancelottival együtt játszottak még a 90-es éveket, azok is uramnak szólították, pedig mondom játékostársak voltak, és ez egyfajta kölcsönös tiszteletet jelent. Én többi játékosra is úgy gondolom, hogy megfelelő hangnemben beszélek, kölcsönös tisztelet alapján, és abszolút minden szempontból partnernek kezelem a játékosokat. És ha már tisztáztuk a név problémákat, következzen most az a bizonyos Mester 3-as. És persze kíváncsiak voltunk arra is, kinek szólt a felejthetetlen gólöröm a puszi a kamerába. Az első előtt körülbelül 5-ször passzoltunk, végül Emil adott egy fantasztikus gólpassz, de mind a hármat a csapatnak köszönhetem, közös munka volt. A második is hasonló, akkor Stanić hozott helyzetbe. A harmadiknál meg Andrezinho beadása után került hozzám a labda, ehhez a gólhoz kellett szerencse is, de a gól az mindig gól. Aznap reggel beszéltem az édesapámmal, és ő azt mondta, hogy el ne felejtsek üzenni valamit, a gólt szerzek. Így a csapat, a szurkolók és a klub mellett a szüleimnek ajánlottam a találatot. Ők műholdon keresztül minden Fradi mérkőzést meg tudnak nézni otthon Máltán is. Ezzel a győzelemmel végre örömet okoztam nekik. A máltai válogatottba újra meghívott középpályás arról is mesélt, hogyan töltötte a vasárnap estét, és hány üzenetet kapott. De elárulta azt is, mit szeret legjobban Magyarországon, és mi okozza a legnagyobb problémát számára. Vasárnap este nem volt semmi különös, Justinnal és a feleségével elmentünk sushizni. Aztán hazamentem, mert nagyon fáradt voltam már. Rengetegen hívtak föl Máltáról, de máshonnan is, ahol a barátaim vannak. És persze a máltai média érdeklődését is felkeltette ez a Mester 3-as. Úgy érzem, az új stáb újraépített fizikailag és mentálisan is, ezért nagyon hálás vagyok nekik. Talán a nyelv az egyetlen, ami nehézséget okoz, de már megértek egy-két szót, ha a mester magyarul beszél, azért nagyon nehéz így is. Tényleg borzasztó nehéz. Persze van még pár szó, de azokat most talán nem említeném meg. What is your favorite? Szereted az itteni konyhát? Van kedvenc ételed? A gyroszt imádom, de igazából bármi jöhet. A gyrosz a nagy kedvenc. And how mivel töltöd a szabadidődet? Edzés után általában még itt megebédelünk, aztán hazamegyek pihenni. Máltán a kultúra része a siesta, úgyhogy minden délután alszom egy-két órát. Aztán sokszor bemegyünk a városba a csapattársakkal, főleg Justinnal. Ő a legjobb barátod? Persze, ő is ugye máltai, ő segített abban, hogy ide jöhessek játszani. Nagyon jól megvagyunk, de a többiekkel is rendszeresen összejárunk. Igazi közösség a miénk. Hogy hölgynézőinknek is kedveskedjünk, André elárulta, szerinte is gyönyörűek a magyar nők. De mivel ez a műsor mégiscsak a labdarúgásról szól, zárszóként következzen, mi is az álma a Fradi játékosaként, Mr. Skembrinek. Nyerni akarok valamit a Fradival. Ez az én nagy álmom. That's my dream.